Lálok a Diózsőrnek a győzelemhez. Röviden leértékelem ezt, két héten keresztül tudtunk készülni a Diósgyőri játékra. Azt mondom, hogy srácok büszke lehetnek a magukra. Én azt mondom, hogy megint egész mérkőzésen teljesen pariba voltunk a Diósgyőrrel. Ezeket a taktikai amivel terveztünk taktikailag, ezeket kivittek a pályára is, és nagyon szervezett tudtunk fozizni, jó helyeken tudtunk szerezni a labdát, nagyon jó támadásokba tudtunk átmenni, voltak a helyzetek a megszerezni a vezetés. Sajnos ez a gólszerzés is nem annyira megy nekünk, ahogy kéne, de egész mérkőzésen, tehát olyan úgy futballoztak, ahogy megbeszéltünk, tehát nagyon sajnálom, hogy ezt a két hétnek a vége nem lett egy siker. Azt sem mondanám, hogy egy pontszerzés, mivel ebbe a három pont is lehetett volna, ha ezeket a helyzeteket berúgunk, viszont nem szabad elfelejteni, hogy egy elég erős Diósgyőr ellen játszottunk, és Diósgyőrnek is voltak a helyzetek, de ilyen a foci nekünk ezeket a utolsó percekbe még nagyobb koncentrációval valószínűleg kell játszanunk, de nem szeretnék mondani, hogy ez mi hibánkból kaptunk gól, ott meg kell nekem nézni a felvétel, mivel ez szerintem azt a szabadrúgás előtti szituáció nem úgy éreztem, hogy ez szabálytalanság volt, és egy ilyen extra játékos, mint a Lőrinci a második pontrúgásból megszerezte a gól. Ezután próbáltunk még valamit csinálni a eredményre, de Diósgyőr eldugta a labdát, tehát nem tudtuk már annyira bátran támadni. Nagyon sajnálom a csapatomat, mivel minimum egy pontot megérnemeltek volna.